Üdvözlet mindenkinek! A mai videóban az MTB retro festésű Mavstart M41-2103-as pályaszámú csörgő dízel mozdonyának H0 építési nagyságú modelljét mutatom be nektek röviden. Mint derült égből a villámcsapás, olyan hirtelenséggel került először fel a gyártó honlapjára, majd a hazai boltok polcaira a mozdony. Nézzük meg most közelebbről a gépet. A modell a 2103-as pályaszámú, kis 3-as becenevű csörgő jelenlegi 6. korszakos állapotát modellezi, így a retro festés mellett oldalt 12 jegyű pályaszámot és H-start feliratot találunk. Formailag nincs változás a gépen. Egy átfestés kapunk a korábbi alapokon. Ennél a mozdonynál örvendetes viszont, hogy a gyártó odafigyelt a kisebb dolgokra is, és nem ismétlődött meg a 2112-es pályaszámú mozdonynál elkövetett baki a forgóvázakkal, itt most a helyes himba és az állórugós forgóváz került a modell alá, valamint véleményem szerint a festés terén is megfelelően leképzésre került az alapminta, és a színek is. A feliratok minősége megfelelő, élesek, pontosak a betűk és piktogramok, emellett oldalt található még egy tamponozott gyári tábla és pályaszámtábla is. A szélvédő keretek, oldalt a vezetőállás ajtajának a kerete és a középső géptér ablak kerete viszont fehér helyett fekete színű maradt, nincs festve az ütközőtok, illetve az oldalsó 12 jegyű pályaszámnál Helvetica helyett a hozzá ugyan hasonlító, de mégis eltérő Arial betűtípus került felhasználásra. Belül nincs nagy változás, a korábbi csörgő alapjaira épült ez a mozdony is, alapvetően halk a hajtás és szép a lassú menet. Összeszerelés terén a 2112-eshez képest én további javulást véltem felfedezni a kapaszkodók terén, az itt bemutatott mozdonyon már szinte nem látszanak ragasztónyomok. A gyártó láthatóan jobban odafigyelt ezekre. A kiegészítők felszerelései sokkal könnyebb, az előfort lyukak mérete valószínűsíthetően egy picit nagyobb, mint az első szériás 2182-esnél. A mozdony felhasználhatóság terén igazi 6. korszakos mindenes lehet, ami bevethető akár retro szerelvények, akár hétköznapi startos kocsik előtt is, de tehervonatok elé is befoghatjuk a mozdonyt. A 2103-as pályaszámú csörgő 2018 óta viseli a gyártáskori állapotnak megfelelő színezését, így ezzel a mozdonnyal egy immáron 6 éves időszakot meg tudunk idézni a terepasztalunkon, illetve gyűjteményünkben. És most nézzük meg a mozdonyt a terepasztalon egy hozzáillő vékony csíkos szerelvény élén, retrózunk egy kicsit.
A videó végére pár gondolat tőlem a gyártó korszak választásával kapcsolatban. Alapvetően szerintem biztos sokan örültek volna egy negyedik A korszakos verziónak a gépből ebben a festésben, de valamiért mégis a hatodik korszakos állapotban került ki a modell a boltok polcaira. Hogy jó választás volt ez? Ez egy fogas kérdés. És nem lehet szerintem csak egy oldalról vizsgálni. Ha abból a szemszögből nézzük a dolgot, hogy jelenleg számos hatodik korszakos, hozzáillő kocsi kapható, gondoljunk itt a Rocco vékonycsikos szettjére, vagy a számtalan NMJ Poznanira, Rocco BD kocsira, és még sorolhatnám tovább, akkor érthető lehet a választás, mert jelenleg több mindent lehet a mozdony mögé rakni 6. korszakból, mint 4. A korszakból. Akik szerelvényekben gondolkodnak, és nem csak egyes járművekben, azoknak szerintem bizony fontos tud lenni az, hogy egy mozdony mögé legyen mit rakni, ne csak önmagában átsorogjon a terepasztalon vagy a vitrínben. Egyébként, aki 4. korszakban utazik, egy kis munkával akár megpróbálhatja eltüntetni az új célszámot oldalról, felhelyezni egy vizes matricából készült csillagot előre, és esetleg a forgóváz maszkot elcserélni egy 21-12-es tulajjal. Ezen dolgok meglépésével ugyanis majdnem tökéletes 4. korszakos 21-03-as pályaszámú gépet lehet csinálni a modellből, és akkor itt már rögtön előny lesz a fekete szélvédőkeret, hiszen 4. korszakos gépen ilyen színű volt. De ismerve a gyártó hajlandóságát a bolti különkiadásokra, akár ilyen kooperációban is elképzelhető szerintem egy 4. korszakos kiadás a jövőben, esetleg más pályaszámmal, például a 21-01-es gép is nagyon jól beleillene ebbe a sorba. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, további szép napot és jó modellezést kívánok mindenkinek!